A Mindenki Akadémiája színpadán Molnár Dániel Márton, történész. Üdvözlöm a kedves közönséget! Az olvasmányaim során nagy hatása voltak rám a történelmi regények, különösen a 16.-17. században játszódók. Mióta megkezdtem egyetemi tanulmányaimat, azóta ennek a korszaknak, ennek a sokszor regényes korszaknak a mélyebb megismerése, feltárása a célom. Molnár Dániel Márton mindig korán kezdi a napot budapesti otthonában. Ahogy fogalmaz, megadja a módját a reggeli készülődésnek, amelynek az olvasás is elengedhetetlen része. Ilyenkor főként szépirodalmat vagy fantasy regényeket vesz a kezébe. A könyvek gyerekként varázsolták el az állandóan derűs és mosolygó fiatal kutatót, aki Gödöllőről származik. Otthon is rendszeres volt, hogy irodalomról beszélgettünk, filmekről, színházba jártunk elég sokat szüleimmel, illetve húgommal. Megvolt ez a közeg, ami arra motiválta az embert, hogy tanuljon, szeresse a tudást. Az érdeklődési körömet is nyilván egy kicsit azért ez befolyásolta, hogy otthon milyen közeg volt. A Gödöllői Török Ignác gimnázium diákjaként a 16. és 17. század világáról mesélő regények szerelmese lett. És állandóan azokat a történelmi témájú folyóiratokat bújta, amelyekre angol tanár édesanyja és villamosmérnök édesapja fizetett elő számára. Bár földrajzból is jeleskedett, végül úgy döntött, az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán folytatja tanulmányait. Jobbára könyvtárakban és levéltárakban dolgozik, ám munka közben, ahogy meséli, sokszor elkalandozik. Mert hogy magukkal ragadják a történetek, amelyekre az iratok böngészése során bukkan. Például arról a leányról, akit holtában jegyeztek el. Kicsit olyan vicces volt, hogy a halott mennyasszony a magyar 16. században az így valósággá válik, és ezen elment még egy nap, pedig nem passzolt ahhoz, amit éppen kutattam, és tényleg csak két levél volt az egész, tehát sehol más nyoma nem maradt. Molnár Dániel Márton a kutatással töltött hosszú órák után szeret moziba, színházba, koncertekre járni, utazni a kedvesével Tamási Zitával, akivel 2 éve élnek együtt a fővárosban. És rajong a természetért. Szeretek horgászni. Általában ez egy kicsit olyan városból való elmenekülés. Édesapámmal szoktunk járni az Ipoly partjára rendszeresen. Amikor csak lehet, akkor próbálunk kimozdulni a szabadba, hol a párommal, hol barátokkal kirándulni, túrázni, menni. Ha visszatérünk 1552-be, abba az éve, amelyet jól ismerhetünk az egri csillagokból. Ugyanakkor ma nem Eger lesz a helyszínünk, és nem Dobóék lesznek főhőseink, hanem az év harci cselekményeinek más helyszínei, más várak, őrségek, kapitányok. Molnár Dániel Márton az egyetemen is hű maradt a 16.-17. századhoz. Az alapképzés után pedig azoknak a katonáknak és nemes uraknak a sorsa kezdte foglalkoztatni, akik az akkori Magyarország délkeleti határvidékét őrizték. A legjobb az emberek, a szereplőim ragadnak meg. Olyan szereplők és események vannak itt, amelyek akár egy nagy sikerű történelmi sorozatnak az alapjait is jelenthetnék. Számos kusza motiváció van, rejtett játszmák, vannak, akik viszont nem takargatják a szándékaikat, hanem inkább a fejjel megy a falnak típusú emberek. Ismét rengeteget olvasott tehát, csak immár, ahogy fogalmaz, az időszak regényes szakirodalmát. Ekkor bukkant 2 katonatiszt, a magyar Losonczy István és a spanyol Bernardo de Aldana nézeteltérésére, amelyet aztán új megvilágításba helyezett. Diplomamunkája mellett erről írta OTDK dolgozatát is, amelyel 2015-ben első helyezést ért el. Nagy a forrás pusztulás ebben az időszakban, nagyon sok a töredékes anyag, úgyhogy úgy érezzük mi a magunkat, így a korszakkal foglalkozó történészek, hogy ilyen kis mozaikokat rakosgatunk össze. Ez nagyon nagy pepes munka, mert sokszor olyan családi anyagokban, hagyatékokban kerül elő említésnyi, vagy egy nagyon rövidke forrás, ami hozzáad ehhez a nagyobb képhez nekünk, viszont nagyon hosszú idő, amíg az ember megtalálja.
korabeli ágyúk számos kaliberben készültek, nem volt szabvány, mindegyik ágyú kicsit különbözött a másiktól, és a legtöbb úgy nézett ki, mint amiket itt látunk. Meséli Molnár Dániel Márton az oszmánokkal vívott élet-halál harcok nélkülözhetetlen tüzérségi fegyveréről a budai várban a Tóth-Árpád sétányon kiállított 16.-17. századi ágyúcsövek között. Buda korának egyik legmodernebb erőssége volt. Itt áll nem is csoda, hogy 1541-ben az oszmánok inkább csellel foglalták el, mint sem, hogy ostromra vállalkoztak volna. Molnár Dániel Márton 2017-től a Történész Hallgatók Nemzetközi Szervezetének alelnöke, valamint oktatja is a kora újkori magyar történelmet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Doktori kutatásainak középpontjában pedig az 1500-as évek és a végvárakat védő főurak állnak, akik közül Losonczi Istvánt választotta főhősének. Nekem nagyon fontos, hogy közérthetően és a lehető legrealisztikusabban, mégis a legkomplexebben mutassam be azt a történelmi kort, amivel foglalkozom. A színpadon Molnár Dániel Márton történész, és témája Hősök és árulók? Az 1552-es várháborúk szereplőinek árnyaltabb jellemrajza. Történetünk 1551 késő tavaszán kezdődik. Ebben az évben úgy tűnt lehetőség van a királyi Magyarország és az akkor még keleti Magyar Királyság, vagyis Szapolyai János egykori ország részének egyesítésére. Fráter György ugyanis korábban megegyezett első Ferdinánddal, hogy Izabella és János Zsigmond lemondanak a magyar koronáról, átadják a Szent Koronát Ferdinándnak, ők maguk Sziléziába távoznak, ahol egy hercegségben fognak élni és életjáradékot kapnak. Ennek a megvalósítására Giovanni Battista Castaldo, Ferdinánd itáliai származású zsoldos vezére vezetésével Ferdinánd csapatai megkezdik a keleti országrészt, tehát a Tiszától keletre elhelyezkedő területek megszállását, vagy átvételét. Azonban az oszmánok ezt nyilvánvalóan nem nézik túl jó szemmel. Már 1551 késő nyarán az oszmán szokásokkal meglehetősen ellenkező módon van egy büntető hadjárat Magyarország ellen. Ennek során az oszmánok sikeresen elfoglalják Csanádot, Lippát és számos kisebb, a Marostól délre elhelyezkedő helyőrséget és várat, valamint ostrom alá veszik Temesvárt. Ugyanakkor Temesvár ostromá nem jár ekkor sikerrel, és két hét után kételnek abbahagyni az ostromot és visszatérni az oszmán birodalomba. Ezt követően Castaldo és Fráter György seregei egy sikeres ellentámadást indítanak és visszafoglalják Lippát 1551 novemberében. Ugyanakkor kudarcot vall történetünk egyik főszereplőjének, Bernardo Viella de Aldanának az a kísérlete, hogy visszafoglalja Szeged várát és városát. A kudarcnak két oka volt, az egyik, hogy nem vittek magukkal elegendő nehéz fegyverzetet, amivel a viszonylag kicsi szegedi várat be tudták volna venni. A másik pedig az, hogy a sereg nagy részét egy Tóth Mihály nevű kereskedőből lett hajdúvezér által toborzott hajdú sereg alkotta, és az oszmánok 1552. márciusában egy felmentőseget indítanak Szeged felmentésére, és Aldana nem tudja ezt a magyar hajdú sereget megfelelően csatába vinni a felmentő oszmán sereggel szemben, az oszmánok viszonylag könnyűszerrel felmentik Szegedet. Ezt követi a már jól ismert 1552-es nagy oszmán hadjárat, melynek során elesik több mint egy hónapnyi ostrom után Temesvár. A várvédők szabad elvonulás ígéretében bízva átadják a várat az oszmánoknak, azonban az oszmánok nem tartják be a megállapodást, és mind a védők, mind pedig Losonczi István, a vár parancsnoka meghal, amikor az oszmánok megtámadják az elvonuló katonaságot. Ezt követően Lippa harc nélkül kerül az oszmánok kezére, és szintén harc nélkül kerül az oszmánok kezére Szolnok vára, az oszmánok támadását csak Eger állítja meg. Ez alapján látható, hogy a mai vizsgálatunk fő helyszínei Szolnok, Lippa és Temesvár lesznek, főszereplői pedig Losonczi István, aki Temesvár kapitánya volt 51-52-ben,
Nyári Lőrinc, aki Szolnok várkapitánya volt ugyanebben az időszakban, és végül Bernardo Viella de Aldana, egy spanyol tiszt, aki az itt állomásozó spanyol kontingensnek, valamint 1552-től kezdve Lippa várának a parancsnoka. Az egyiptomokban is olvashatjuk, és a történetírásunkban is sokszor megjelenik az a elmélet, hogy Eger számára egy komoly előnyt jelentett az, hogy az őrség homogén magyar katonaságból állt, akik így nagyobb odaadással, elszántsággal harcoltak az oszmánok ellen, míg Lippa és Szolnok elestében, harc nélküli elestében közrejátszott az, hogy ott az idegen katonák, illetve az idegen parancsnok nem akart Magyarországért harcolni az oszmánok ellen, és Temesvárnál is megjelenik, hogy Losonci végig a végsőkig védte volna a várat, de a parancsnoksága alatt lévő idegen katonaság nyomást gyakorolt le, hogy fogadja el az oszmánok később tragikus kimenetelű békeajánlatát. Abban valóban van igazság, hogy Eger számára jelentett egy pluszt az, hogy homogén volt az őrség, és a két harc nélkül elesett várunknál is jelent problémát az, hogy az őrség rendkívül vegyes összetételű volt, csak nem egészen ebben a megközelítésben. Nem arról van szó ugyanis, hogy az itt lévő idegen katonák esetleg gyávák lettek volna, vagy motiválatlanok, hanem arról, hogy a magyar és az idegen katonaság között ekkor az együttműködés az nem kifejezetten zökkenőmentes. Az idegen katonaság alatt itt elsősorban az a katonai kontingens kell érteni, amit 5. Károly, német-római császár, spanyol király és még számos egyéb tartomány uralkodója kvázi kölcsön ad Ferdinándnak. Ez a hadsereg, ami Nyugat-Európából érkezik, egy teljesen más elméleten alapszik, mások a hagyományai, és nehezen találja meg az utat a magyar végvári katonasságban, nehezen találja vele az együttműködést. Nyugat-Európában ekkor már kezd megjelenni a professzionális hadsereg, a tisztképzés, a specializáció, míg Magyarországon továbbra is a vitézi iskola és egy nyugat-európai szemmel nézve irreguláris hadsereg az uralkodó típus. Azt, hogy az együttműködés mennyire nem zökkenőmentes, és hogy ez milyen konfliktusokat szült, hogy ezek hogy csapódtak le aztán később, arra a legjobb példa talán Bernardo Viella de Aldanának és Losonczy Istvánnak a konfliktusa. Aldanát a 19. századtól kezdve egészen az utóbbi évtizedig a magyar koraújkor egyik legsötétebb alakjának tartotta a történetírás. A felette kimondott ítélet az volt, hogy miután nem nevezték ki őt Temesvár kapitányának, irigységből áskálódni kezdett Losonczy ellen, folyamatosan szabotálta a munkáját, rágalmazta és feljelentette őt Kasztáldónál és Ferdinánd királynál, valamint amikor érkezett az oszmán hadsereg, akkor végül egyedül hagyta, nem nyújtott neki támogatást, és hagyta meghalni Temesvárnál, majd pedig betetőzte az árulását azzal, hogy Lippa várát harc nélkül feladta. Az viszont fontos, hogy ha megvizsgáljuk Losonczy életútját és Aldana életútját, majd ennek tükrébe behelyezzük az általuk írt leveleket, jelentéseket, akkor teljesen más képet kapunk. Ami így kirajzolódik a szemünk előtt, az nem egy személyes gyűlölködés, hanem inkább két katonai koncepciónak az ütközése, egy szakmai konfliktus. Aldanáról még legkeményebb kritikusai is mindig elismerték, hogy nagyon jól ért az erődítésekhez, a várépítészethez, az ostrom technikához. És amikor 1552-ben jön a török támadás híre, akkor Losonczy azzal a tervvel áll elő, hogy lényegében egy felperzselt föld taktikát kell alkalmazni, vagyis a Tisza, illetve az Alduna vonaláig elpusztítani a környéket, és így a felvonuló oszmán hadsereg nem fog a térségből erőforrásokat szerezni magához, nem lesz onnan élelmet raboljon és hasonlók. És ő maga tesz is ehhez lépéseket, a várad Alduna sávban lényegében az ő emberei mindent, ami mozdíthat, úgy kezdnek Temesvárba vinni, ami pedig nem, azt elpusztítani. Ez kiváltja a helyi lakosság menekülését, és nem elsősorban Erdély felé, hanem már a tartósan oszmán kézen lévő területek felé kezd menekülni a térség lakossága, hogy megmeneküljön a magyar végvári katonaság rablásaitól.
És Aldana ezt elszörnyedve látja, hiszen ő az ostromtechnikákban és a várépítészetben jártas személy ezt katasztrófaként fogja föl. Miért? Azért, mert 1551-ben Temesvárt megostromolja a török, bár nem veszi be, Lippát pedig megostromolják az oszmánok, és megostromolják aztán Fráter György és Kasztaldó csapata is, tehát ezek a várak nagyon rossz állapotban vannak, javítást igényelnek, és a javításokat ebben a korban a helyi lakosság nem, sokszor nem egyébként nem önkéntes közreműködésével vitelezik ki. És az, hogy ez a munkaerő lényegében eltűnik a térségbe, ezek a várak a szükséges javításokat nem tudják megkapni. És Aldana ezért ír Kasztaldónak és Ferdinándnak, hogy tiltsák meg Losoncinak hasonló akciókat, mert ez a lakosság menekülésével, a töröknek való meghódolásával, írja Aldana, fog járni, és a várak látják majd a kárát. Ő maga egyébként tesz is az ellen, hogy Losonc ilyen akciókat indítson, például azokat a katonákat, akik fölött neki parancsnoki joghatósága van, próbálja ezeket az akcióktól visszatartani. Ezt Losonci úgy fogja föl, hogy Aldana lényegében az ő pozícióját akarja alásni és gyengíteni, valamint gyávának nevezi Aldanát, és Losonci vágya Losonci szempontjából teljesen logikus, hiszen ő egy végvári katona, a végeken nőtt föl, és az ő szemében egy végvári parancsnok, aki nem jön portyákra, nem vesz részt portyákba, sőt, még vissza is tartja az embereit a portyáktól, az egy gyáva ember. A kettejük konfliktusában tehát nem valami első látásra való gyűlölet játszott szerepet, hanem az, hogy egymás elképzeléseit nem egyszerűen nem értették, hanem még kifejezetten károsnak is találták. És ha már Losoncinál tartunk, akkor az ő sorsáról is érdemes röviden beszélni, ugyanis a gyakori megjelenő tézis, hogy a saját spanyol és német katonái voltak azok, akik végül rávették a vár feladására, de nem biztos ám, hogy őt annyira rá kellett venni a vár feladására. Temesvár egy nagyon érdekes vár volt, át a tulajdonképpeni várból, egy megerődített városból, ez egy mocsárvilág közepén terült el, a kettőt pedig az úgynevezett vízitorony kötötte össze. Közel egy hónapnyi ostrom után ezt a vízitornyot az oszmánok elfoglalják. Ezzel lényegében ketté vágják az őrséget, a vár teljesen leromlott állapotban a sorozatos ágyúzásoktól, és folytán van az élelem és a lőszer. Nagy a veszély annak, hogy a várat az oszmánok következő ostroma beveszi. És legyen szó akár Nyugat-Európáról, akár a magyar végekről, ha egy várat az ellenség rohammal vesz be, akkor ott általában szabadrablás következik. Ez azt jelenti, hogy a védők közül szinte mindenki meg fog halni, és a lakosság legjobb esetben rabságba kerül, és a várost kifosztják a támadók. Ha viszont szabad elvonulást kap az őrség, akkor a lakosságot megkímélik. Ahogy egyébként az oszmánok Temesvár lakosságát megkímélik, csak az elvonuló várőrséget gyilkolják meg. És vannak fejezések arról, hogy itt bizony a városi lakosság is nyomást fejt ki Losoncira és a katonaságra, hogy inkább adják fel a várat. Tehát ne kockáztassák meg azt, hogy az oszmánok esetleg azt rohammal foglalják el, és akkor mindenki áldozatul esik a betörő ellenséges csapatoknak. Azt is hozzá kell tenni, hogy a várfeladás döntésének meghozata az nem egy könnyű döntés. A korszakban ugyanis ez egy fenségárulási bűncselekmény, függetlenül attól, hogy valaki két nap után ad fel egy várat, vagy két hónap után, ez mindig hadbírósági eljárás van maga után, és nem egyszer a várkapitány kivégzésével zárul egy ilyen hadbírósági eljárás. Ugye Losoncit azért örökíti meg az emlékezet egy ilyen rendíthetetlen figurának, aki az utolsó pillanatokig ki akart tartani, mert ő egy jó parancsnok volt, és a várból, a vár eleste előtt néhány nappal vagy héttel még kiutó katonák, akik leveleket vittek ki a mocsárvilágon keresztül a külvilágnak arról, hogy hol tart az ostrom, ők azt tudósítják, hogy Losonci bátorsága nem lankad, és továbbra is rendíthetetlenül kitart a várvédelme mellett. Van tekintélye az emberei fölött, azt mutatja az embereinek, hogy kész meghalni velük, vagy kész meghalni értük. És itt kell visszatérnünk a magyar és az idegen katonaság együttműködési problémáira, ugyanis itt találjuk meg a kulcsát annak, hogy miért esik el Lippa és Szolnok harc nélkül.
Az, hogy Tom Moore elkészítette ezt a festményt, ami Nyári és Pekri elfogatását ábrázolja, ennek az volt az oka, hogy Nyári Lőrinc várkapitányként nem állt a helyzet magaslatán. Nyári huszárparancsnok volt, és nem számított rossznak, olyannyira nem, hogy amikor Erdélyből Ferdinándhoz viszik a Szent Koronát, akkor Nyári a kíséret parancsnoka. Tehát ez egy komoly feladat a korszakban, nagyon jelentős feladat, és ezt követően kapja meg Szolnok várának az irányítását, viszont Szolnoknál kap egy rendkívül vegyes őrséget, spanyolokat, németeket, cseheket, valamint a szolnoki vár is még félkész állapotban, hiszen annak építését mindössze néhány évvel korábban kezdték el. És Nyári egyszerűen nem tud fegyelmet tartani, elveszíti minden tekintélyét az emberei szemében, és amikor megérkezik az oszmán hadsereg, az emberei tömegesen kezdenek el dezertálni. És ahelyett, hogy ő akár drasztikus módon is megakadályozná ezeket a dezertálásokat, csatlakozik a dezertálókhoz, csak ő már nem jut ki a várból. Azt kénytelen észrevenni, hogy ő már nem fog tudni kijutni, ezért kénytelen néhány tucat magával ott maradni az üres szolnoki várban, amit az oszmánok egy rohammal be is vesznek. Viszont Nyárit élve elfogják, a Héttoronyba kerül, ahonnan megszökik, majd visszatér Magyarországra, ahol egyébként hadbíróság elé állítják, hiszen mégiscsak elveszett miatta egy vár, de végül a hadbíróság felmenti őt, hiszen ő mégis ott maradt és próbált valamit védekezni, és utólag a történelem is felmenti őt, hiszen ő lett aztán az a hős, akit cserben hagytak a katonái. Ott egyszerűen csak arról volt szó, hogy nem tudott velük mit kezdeni. És hasonló történik Lippánnál, csak fordítottan, ott Bernardo Viella de Aldana az idegen, és van egy magyar délszláv őrsége, ami fölött a már említett szegedi csatában is megmutatkozott, hogy nem tud parancsnokolni. Ráadásul Lippa néhány hónapon belül már a harmadik ostromára készül, az a vár is nagyon rossz állapotban van. Aldanától is folyamatosan szöknek el az emberei, és végül ő se vállalja a harcot az oszmánokkal, lényegében felgyújtja a lippai várat, és az őrséggel együtt elvonul. Neki persze van egy kis bal szerencséje, az, hogy őt hadbíróság elé állítják, és halálra ítélik. Az, hogy nem végzik ki, azt annak köszönheti, hogy a legmagasabb spanyol katonai körökből kvázi lobbiznak az ő érdekébe, hogy kíméljék meg az életét, úgyhogy két évvel később amnestiával, vagyis hát akkoriban úgy mondták, hogy kegyelemmel szabadul, és szabadulása után még egy igen fényes karriert fut be Itáliában, mint várépítész. Egyfajta bizonyítékaként annak, hogy akár csak Nyári, ő sem volt feltétlenül egy rossz katona, csak rosszkor volt rossz helyen. Nem arra a feladatra készült egész életében, amelyet aztán végül itt Magyarországon el kellett látnia, ahogy Nyári sem arra a feladatra készült élete során, amely feladatba aztán bekerült. Aldana számára a történelem mérlege azért volt keményebb, azért mérték őt más mércével, mert ugye volt ez a konfliktus a Losoncival. És az alapján ugye adott volt egy áruló, aki nem csak elárulja a kapitánytársát, hanem várat is felad harc nélkül, valamint a korszakban is már kellett egy bűnbak, ezért mind Castaldo, mind pedig az itteni katonai körök végül rátolták az egész 1552-es év kudarcát, hiszen 1552 egyébként egy kudarcos év, hiszen csak Eger vára volt az, amely sikeresen ellen tudott állni az oszmánoknak. Összegzésként annyit szeretnék elmondani, hogy ez a korszak rendkívül érdekes. Valóban számos epizódja kívánkozik regényekbe, vagy akár filmekbe, viszont sokszor hajlamosak vagyunk a szereplőket egy-egy mozaik alapján megítélni. Nem mindig nézzük azt, hogy ezek a szereplők hogyan jutottak el abba a helyzetbe, ami során ők végül hősökké vagy antihősökké váltak. A legjobb, amit ilyenkor tehetünk, hogy mindig megnézzük, hogy honnan indultak,
milyen életútjuk volt, esetleg az a pillanat, amikor a történelem reflektorfényébe kerülnek, az milyen körülmények között érte őket, és utána akinek volt, milyen utóélete volt, és ez alapján egy sokkal reálisabb, árnyaltabb képet tudunk alkotni szereplőinkről. És az is nagyon fontos, hogy sose azt mérjük, hogy mi esetleg a mai ismereteinkkel mit tennénk abban a helyzetben, hiszen a kor embereit teljesen más ismeretek, teljesen más erkölcsi normák mozgatták, a döntéseiket is teljesen más tényezők alakították ki. Köszönöm szépen a figyelmet! A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.